Sziasztok! Kaszt vagyok. Elméletileg el van indítva a videó. Majd most meglátjuk. Egyébként F9-re indítom a videót, csak nekem ki kell lépnem, mert néha nem érzékel a F9-emet, nem tudom miért. De mindegy. Még mindig itt van Pingu. És akkor folytatjuk tovább a játékot. Ugye egy ilyen vegyi műves részt adtuk abból, és még mindig be vagyok fázva, bocsánat. Jaj. És akkor ilyen dzsigoló hangom lesz. Nem jó, nem jó a dzsigoló hang, ha meg vagyok. Ó. Jaj, olvasvány. 1899. június 15. Július. Jaj. A szövetcsoportok asszimilációinak megkönnyítéséhez egy keverék szükséges. Különben a sejtek nem fognak kötődni a nem kötődő anyagoktól, azonnal meg kell szabadulni hamvasztás segítségével, vagy folyamatos alaktalan változás veszélye áll fenn. Ez kellemetlen, elegendő egy részben Homborg életinfúzió és egy rész orgon eszencia, disperziós folyadék egyszerű elegye az intézhető intravénásan alanyoknál újra összerakás követően kötés fan mi van? Jó van, nagyon-nagyon ilyen durva szókat használ fenntartásához az elegy nem stabil, különösen a fényérzékeny, ha egyszer a testbe kerül, a scan lámpa használható keverék a aktiválására, de a testen kívül nagyon maró, még kis mennyiségű fémet is meg tud semmisíteni. Szóval a fémeket meg tudja semmisíteni, ez egy jó info. Ezt tudjuk használni valamikor biztos. Jaj, ó, lámpa. Ha, állítgatós. Kurva nagy. Jaj, gyerekek, nagyon megfáztam. Csonti! Gaming. Ha. Ez itt mi? Karbantartói bejárat. Nyilvánvaló, hogy egy másik folyosó van zárkapu mögött. Úgy néz ki, döntenem kell, a lakat régi, de erős, és most esés után nem tudom összeszedni magamban annyi erőt, hogy eltörjem, talán másik utat. Hát, most elmondom, nincsen másik út, hanem most, amiről beszélt ez a vegyület, ez az X vegyület, ami ugyebár kis mennyiségű vasat is tud marni. Jó. Azért nézzétek, megint nincsen ajtó. Most nincsen ajtó, semmi ilyesmi. Na, mit írtunk? Centrifuga. Valamiféle bizarr keverőgép, vegyi anyagokhoz, és érzem, hogy a korábban többször látott gusztustalan folyadékok bűz árad belőle. Egyértelmű valami keverék, két összetevő párolgó elegye. Fogadni mernék, hogy megtalálom azokat a közelben. Hát igen, ha tudod. Nézzünk körül. Oké, adjuk az embereket. Oké, nincs semmi. Ezt is jegyezzétek meg. Ezt a falat is. Mindent itt. Itt mindent meg kell jegyezni. Gyerekek. Ez durva rész lesz. Az a lényeg, hogy két ilyen palacposta van, amiben a vegyszereket ide szállították, és itt összekeverték, és egy harmadik anyagot hoztak létre belőle. Na, hol menjünk elsőnek? A hűtött tárolóba, vagy a ketrecekhez, hát én a hűtöttre. Hűtött tárolóhoz megyek, mert eléggé hűtésre vágyok. Hú, geci, most megijedtem. Pedig tudtam, hogy lesz itt valami. Tudtam, de megijedtem. Oké, malac.
Jegyzétem meg, hogy itt volt egy ajtó, lépcső is. Hűtött tároló. Egy figyelmeztetés. Gyulladás, égető érzés, vér folyik minden nyílásból. Elől és hátul lábaimon csorog le a vér és a őrülék. Kihánytam a tüdőm, a szerveim vércsomóit a mocskos kőre ejtem. Így meg azt mondja, és megittam. Megtettem a változások miatt maradjanak bennem, kitűszentettem a fogaimat, és szétszóródtak, mint a egerek, sötétben nem találom meg mindet, összegyűjtöttem, amit tudtam, visszanyomtam a szürke ínyembe is ujjaimat, de körmeim mind sárosak, és kihullanak. Jézusom. Én meg mondja, segítség fog lenyomni a lázat, mert nem mindegyikünk bírja a változást. A másik asztalon egy szörny von a takaró alatt, sosem akartam alánézni, de ő is megitta. Ő beadta neki a takaró alá, és hallottam, hogy iszik. Drága mindenható Isten, hogy a szarhat egy ember annyi vért, és maradhat mégis életben. Jézusom. Valami rémes. Na. Hát akkor... Úgy látszik, hogy ez a post, amit mondtam, offon van, de... Onnan, és el is küldte. Húgy! Na hát akkor mehetünk. Igen! Ott a másik ajtó. Pedig itt volt, most ott van. De pozitívan állok a dolgokhoz. Most tudom, mit kéne mondanom erre. Oké, valami üldöz. Várjunk, ez hol van? Tehát lépcső volt, de... Igen. Mivel itt volt a keverő szerkezetés, az ott nem volt. Aha. Menjünk csak erre vissza. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Igen, itt van, és arra nincs út. Akárhogy nézzük, nincs itt út, nem is jelzi ki a játék, és nyomkodom itt a gombot, de nem. Nincs. Nem jelzott semmit. És, ha visszatérünk, itt nincsen út. Igen, itt sincsen. Pedig itt volt. De nincs itt. Egyébként már úgy 9 perc megy a videó, és elég jó el a ketricek. Nézzük meg akkor a ketriceket, hát biztos mások lesz itt a kritérium. Ketricek. Csendet, ne zavard meg, ne nyugtalanítsd a szerzeményeket, hát köszönöm szépen. Valamit csinálok, mert van az övem, és úgy meghúztam a gatyámat, hogy nagyon nem kaptam levegőt most egy kis ideig. Jaj, gyerekek, csak hogy egybe tartsam magamat, tudjátok, csak azért. De van, nincs a gondok, nincs a gondok dologgal. Ketrecek, basszus. Ketrecek. Itt is ugye az annyira. Szerzeményeket nem nyugtam, hogy csak de jó.
illetve. Ez engem csak elszomorít. Vér. Egy papír. Ez a 89. augusztus 20. Ma átvettem még egy adag gyenge elméjűt, ők a emberiség leghitványabb példányai, akiket valaha láttam. Senki sem kérdezi, hova kerülnek a badlami hatóságok, bedlemi hatóságok igazán örülnek, hogy csökken a túl zsúfoltság nyüzsgő bűzlőtermekben, nem érjük a koponyájukat, ellenőrzük a fogaikat, opiumoldozót kapnak, hogy lenyugodjanak, sorba állnak a haszon állatok, buta barna szemekkel a mocskos bőrrel, sokan maguk alá piszkítanak várakozás közben. A kezelőben csöndben esnek bele, mivel? Hallom a gáz sziszegését, hallom a ostoba nyöszörgést, hogy eltávolítják a fogaikat. Jézusom, eltávolítják. Hogy újra rendezik a csontjaikat, hallom, hogy sikítanak a disznók. Eltávolítottuk az összes tükröt a folyamat után, a tükörképük zavarja őket a legjobban, aztán amikor alszanak, járkálok köztük, gyermekeim, suttogom a álmukban. Most már gyermekeim vagytok, újra vannak gyermekeim, és tökéletesen formátok lesznek a motorjaim, hogy újra keringjen bennem a vér. Jézus, ezt kiírhatta. Én tudom egyébként, hogy kiírta ezt, de a játék végén négy is úgyis kiderül, szóval nem szeretném elmondani. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be! Igen, lehet látni, az ajtó kinyílt. Itt meg zár van, ott meg kinyílt. Helyen, pozitív. Meg szerintem nem is volt ajtó. Gyerekem, most közelből jöltem. Látom. Mindjárt fölveszem. És beszartuk, eltűnt. Ez be van zárva. Ezt kikapcsolnak? Ezt nem is tudtam. Pedig ezt fölvettem, már erre emlékszek. Tisztán emlékszek. Túlmegyünk, akkor kikapcsolnak, hogy egy idén nem foglalkozom, hogy kikapcsolnak. Ezt nem tudtam. Ők, ha jól tudom, ez azt mondta, hogy keresek alternatív útvonalat. Ennyit mond egyébként, azt hiszem, ebbe a szövegbe, szóval ez nem annyira értékes szöveg.
csak így nekem kell beszélnem azt, amit mond. Egyébként akkor előző is kikapcsolt, ami volt a előző részben. És az jól számom, hogy a hatodik rész ez, de nem tudom most így hirtelen. Rosszott ez a bőrösnek. Értjük. Áradás, visszállás folyamatban. Jó. Többet akarnál te küldeni, nem lehet többet küldeni. Na most előre elmondom. Voltam egy zárvon. Aha. Még arra elmegyek. Gyermekem. Most nagyon valószínűséggel lehet, hogy tényleg itt vannak. Kicsikeim, jövök értetek. Aha. 1898. augusztus 4. További kísérletek. A X-fegyőrrel fogtam a kutyát, és adtam neki egy street injekció. Mi van? Strikhanikus akció. Mi van? Egyszerűen nem lehet kiolvasni. Strikhanikus injekció. Mondjuk azt, jó, egy injekció. A várt rángatózás és görcsök után nem sokkal éjfél közötten el is pusztult. Temetemet belehelyeztem egy nagy tartály X-vegyületbe, majd 3,5 percig a indukció tekercsből váltó áramot vezettem bele. Részleges visszatérést értem el vele, de a halál előtti hármas károsodásuk megmaradtak az újjáélesztés után is. Így a kutya továbbra is akut strikhanion mérgezősben szenvedett, míg a golyót nem eresztettem a koponyájába, de fulladást talán igen, hiszen a öngyilkosság legkevésbé fájdalmas módja, ha valaki megfulladna. Több tüdőjébe kerül a víz, X-vegyületre cserélne elméletileg, tökéletes módszer lehet újraélesztésre. Hát kérlek szépen, ha akármilyen folyadék kerül a tüdőnkbe, akkor meghalunk. Na. Főleg, ha megtelik, akkor még rosszabb. Volt egy olyan ember, aki ezt túlélt. Mit tettünk össze is? Let's go. Nincs káz. Király, akkor mehetünk tovább. Így is lehet jönni. Na, hát akkor van egy bív vegyületünk, ami meg van egy omd vegyületünk, ami szintén két vegyület. Itt még hangot is ad ki. Na. Veszélyes dolgok fog történni, hát hogy becsukják az ajtót a részét, felsorít őszinti az ajtó. Centrifuga! Ringespül! Na. Lehet látni? Ez volna ez az érdekes anyag. Mámorító fűzet. Megvan a keverék, sistereg és gőzölg a tartályban, mint valami élőlény. Mint egy boszorkány fűzete. Ami éget, a szétmar, a tartály üvegből készült, érdekes döntés, ha csak nincs valami kifejezett oka, hogy a mindenütt jelen lévő fém nem kerülhet a kapcsolatba úgynevezett X-vegyülettel. Szávnyomokat kell keresnem, hogy bár X-vegyülettel nem kerülhet kapcsolatba ez a érdekes szerkezet, vegyület. Hát, miért ne? Próbáljuk meg. Csak marja? De nem marta eléggé jól meg? Akkor maradjunk.
Robban! Ez csak hülyeségek. Na. Jó van, vénkacska vagyok én már. Lent vagy? Honey, you're a girl. Fuck you. Jaj. Mély zónás. Szivárgó világ. Génes üveg üres volt, képtelen volt aludni. Csak a templomot látta a smogba emelkedve London háza felett. Oké, köszönjük. Érdekes performance, és egyébként a rajzok ebbe a játékba olyan gyönyörűek, sírni lehetne. De komolyan, ez az ábrázás nagyon gyönyörű, de még a festmények is, szóval morbid. Morbid, ennyitó. De nagyon kihangsúlyozni, hogy morbid. Ja, egyébként utána mondtam már előző részben, hogy volt nálam a Mikulás. Hát, nézzétek, kaptam ilyeneket. Ezen kívül még volt úgy 3 darab. 2 az a család élet, nekem egy jó, megettem, 2 még van, de hát azt nem tudom, hogy mire használjam. Hát elosztogatom! Csavró gyerek vagyok, de elosztogatok. Jó van. Lámpa, fű. Szar! Nagy szar! Koponyom. Na, téged viszlek. Ó, oh, van itt valami. Mi van itt? 1800 Gedzogedz október 22. Természetesen miután kivérzett a terméket, le kell forrázni, szürteleníteni és lekuparni a fellógatáshoz és kizsigereléshez. Ehhez áthagyjuk őket a gőztárolón, amelyet állandó hőmérsékleten tart a motorokból származó felesleges nagy nyomású hő, melyet a kazánon és egy sor részcsövön keresztül vezetünk és kőkamerába közvetlenül a műhely alá. A gép közepén van egy komponens, melyet folyamatosan alacsony hőmérsékleten kell tartani, ez irányítja a termék feldolgozásának műveleteit rendszerben. Emellett a hűtés különösen fontos a termék minőségének biztosításához, és ez szintén szükség a gép bizonyos részéről őt elvezetni. Ezért két problémát okoz, oldunk meg, egyszerre a hő elvezetését néhány területről és más részek meg magasabb hő szükségletét. Én meg valami hűtőt olvastam, nem nagyon fáradt vagyok, biztos. A vezető panelek hőt vonzanak a hő áramlás elvén keresztül, mert a kazán szabályzó és a fagyos levegőt küld néhány csövön keresztül egyik irányba, illetve extra forró gőzt a másikba. Oké, extra forró gőzt a másikba. Mondom, ilyen maró gőzt. Te jössz velem. Ő Kati. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Korrigozi terméke. Hát én ezt bedobom a tüzéből. Vízbe. Elárasztott a legutak. Titokzatos barátomnak igaza van. A csatornákat valóban elárasztotta a víz. Továbbhaladáshoz meg kell találnom a helyi zsilip szivattyúit, hogy csökkentsem a vízszintet. A víz majdnem elviselhetetlen, okádom kell tőle, de miért kellett szabotőrnek elárasztani a csatornákat? Mit akar ezzel elérni? Oké, még van pár percem, bőven. Igen,
Jól sejtettitek, van valami a vízben? Hát az előző részben is volt egy ilyen láthatatlan halacska. Ezt is úgy kell elképzelni, ez is hasonló hozzá. És ugye ez ennél a résznél jelentkezik egyébként elsőnek is, a játékban. Elég érdekes kinézete van, ha megállítjátok a képet, akkor lehet látni, hogy érdekesen néz ki a disznó. Nagyon, sírni tudnék, annyira szép combja van, de komolyan. Aha. Mi van? Nagyon, és ha itt lejövünk, akkor egyértelműen, de ennél százalékig támadnak minket, hogy most lény még hozzá. Na, erőnünk tovább, mert találunk egy disznót. Disznó maszkot, amit szoktunk. Jaj, én meg neki akarok menni a fán. Jaj, hát a kóloska. 1899. augusztus 1. A régi alakú közül a többi kitört a gyűjtő. Mi van? Gyújtó. Töterület. Gyűjtő területekről, és megszököttem csatornákba. Korlátaimra emlékeztetnek, ez nem Klein, és én nem vagyok Elihu. Legalábbis meg kell te, nem teljesen. Legalábbis még nem teljesen. Köztes ajtó nyitja a mi van? Tartásából származó hű a hibás. Nem tehetünk egyszerűen hűtő folyadékot köréjük, ahogy középen tesszük, ahol a kapu van. Az újabb változatokat biztonságban tartják a tornyok fagyos hőmérséklete. Itt fent, ahol a levegő forró és büdös, túlmelegednek és kettőségüket, darabokra tépi őket, mint a másik hely kirepül a sejtjeikből, és a életüket darabokra hullik. Szorványosan élnek, egyik világból a másikba taszítják őket, erőszakos, kiszámítatlan robbanások, néhány másodpercig ennek a világnak teremtményei aztán elszakadnak, és megszűnik a fizikai létezésük, ettől ördögi világot közötti oda-vissza lögdösődéstől teljesen megőrülnek, más elrendeltem azért érintett területek lezárását, és nem engedem a hűséges munkásaimnak, hogy bemenjenek. Ez már elátkozott helynek sikertelen kísérlet helye, a félelem és gyűlölet szellemeik. Na, oké. Én úgy vagyok most ezzel, hogy gyerekek, igen, megpróbálok kilépni. Nagyon hülye egyébként a kilépése, és egyébként Open Broadcaster kívülről jobb. Könnyen megállítani, mondhatni. Na, gyerekek. Ez a rész ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha többet akartok, vagy követni akarjátok a sorozatot, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor értesülhettek a új részekről. És ha érdekel, hát vagyis ha nem tetszett a videó, akkor dislike-oljátok a videót, nyugodt szívvel, hiszen ezzel is jelzitek, hogy van probléma, a fehér dobozóba lehet kommentelgetni, és hát nem is tudom még mit mondjak. Ja, igen. Csoki pingvin. Császtok!